Annyira egy házi állatparkban élő 5 éves nőstény Lajhár 2013-ban Hollandiából, míg párja a 3 éves hím Németországból érkezett sóstúra az Európai Fajmegőrzési Program keretében. A lustaság szimbólumaként közismert lajhárok most birtokba vették új kifutójukat. A karantén időszak lejárta után a nemrég érkezett hímet összeszokattuk a nőstény állatunkkal. A résztükre egy különleges szerelmi fészket hoztunk létre a trópusi házban, amely vizes területtel is rendelkezik, hiszen a lajhárok kitűnő úszók. A két állat előszeretettel csimpaszkodik az új mászófelületeken, és az új táplálékot is megszokta a hím, kedvence a gránátalma. A két állat már az első pillanattól kezdve szimpatizál egymással, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy együtt alszanak. Bár a lajhárfélék valóban nem a gyorsaságukról híresek, ennek oka van, s ezt az előnyükre tudták fordítani. A sikerük annak köszönhető, hogy mind testfelépítés, mind táplálkozás tekintetében tökéletesen alkalmazkodtak a fánlakó életmódhoz. Erősen módosult végtagjaik 8-10 cm-es sarlószerű karmokban végződnek. Lábujjaik a bőr alatt teljesen összenőttek, ez teszi lehetővé, hogy a legkisebb erőfeszítés és izommunka nélkül lógjanak a fák ágain. Kizárólag levelekkel táplálkoznak, és kalóriaszegény étrendjük miatt energiatakarékos életmódot folytatnak. A lombkorona szintjén környezetbeolvadásukat a szőrzetükben megtelepedő algafajok segítik, amelyek barnásak a száraz évszakban és zöldes színűek az esős évszakban. Naponta minimum 10-12 órát alszanak, és amikor ébren vannak, jellegzetes testtartással fejjel lefelé haladnak az ágakon. Csupán hetente egyszer a székletürítés idején tartózkodnak a talajszinten, a földön esetlenek 250 métert tesznek meg óránként.